területen is fejleszt, illetve megújul a 60-i Albert Schweitzer Kórház. Idősek bántalmazására és kifosztására szakosodott az a valkói rablópáros, akiket forró nyomon kapott el a rendőrség. Bérmálási szentmisét tartottak Kartalon, ahol Bár Miklós megyés püspököt is köszöntötték születésnapja alkalmából, valamint felavatták a Mindenki parkját. Családi napot rendeztek Gödöllőn a pár éve európai támogatásból megépült zöld óvodában. Nem csak a gyerekek, de szüleik is önfeledten játszottak a szép napsütésben. Rekordmagas vízállásra számítanak a szakemberek a Dunán. A folyó vízszintje előreláthatólag hétfőn tetőzik.